Sziasztok, én Barna vagyok, és ez itt a Facebook mentéseim következő része, amiben érdekes vagy vicces cikkeket, képeket vagy videókat fogok nektek bemutatni, úgyhogy tartsatok velem! Nyolc filmes jóslat, ami azóta megvalósult. Hát lássuk is. Ezen gyorsan végfutok, de akit érdekel, annak a leírásban leteszem a linket és végig tudja olvasni. De lássuk is, hogy mik azok a filmek, amik megjósolták a jövőt. A 2002-es Külön vélemény című film megjósolta, hogy sofőr nélküli autózás lesz. Az 1983-as Videodrome megjósolta, hogy lesznek videó megosztók, mint például a YouTube vagy a Vimeo. Szárnyas fejvadász, 1982, digitális hirdetőtáblák, 1998, a szerelem hálójában netes párkeresés, az 1990-es Dick Tracy és a 82-es Knight Rider megjósolta az okosórát, a hálózat csapdájában 1995-ben a személyiséglopás, és végül az 1968-ban elkészült űr Odesszeia, ami a mesterséges intelligenciát. Olyan utat építettek Magyarországon, ami sok életet menthet meg. Nemrégiben átadták Magyarország első úgynevezett okosútját, a Pilisvörösváron átvezető 10-es út egyik szakaszát. Hát igazából arról van szó, hogy itt az út közepére raktak ilyen kis szórófej egységeket, amik igazából akkor aktiválódnak, amikor a lefagyás veszélye fönnáll, és ilyenkor nagy hatósugárba a sót, vagyis hát ezt a kálciumkloridot is szórják az útra, és itt is látható egyébként egy kép róla. Az Európában már több helyen is alkalmazott rendszerrel, a közeljövőben várhatóan újabb magyar útszakaszon is találkozhatunk majd. PUBG-s Fidget Spinner. Ez tök jól néz ki. Miért nem láthatjuk az UFO-kat? Hát itt a válasz rá. Hát igen, nagy összősége, ezért nem láthatjuk. Valószínűleg ezzel szórakoznak az űrlények, hogy ilyen szerkezeteket építenek. Már kapható a fülhallgató, ami valós időben fordít két ember között. Hát igen, ez egy nagyon durva találmány egyébként. 75 ezer forint egyébként. És már 4000 darabot kiküldtek. És olyan nyelveken tud fordítani, mint például angol, francia, német, olasz, spanyol, portugál, arab, kínai, mandarin, görög, hindi, japán, koreai, lengyel, orosz, török. Ja, ennyi. Magyar nem volt? De már az alapötlet, hogy létezik ilyen, az tök király. És majd reméljük, hogy egyszer magyar is lesz belőle. A török fütnyelv, amit lassan megöl a 21. század. Törökország északi részén a hegyek közt járva sokan hallanak furcsa madárhangszerű zajokat, arra azonban kevesen gondolnak, hogy azok esetleg nem egy állattól, hanem két vagy több beszélgető embertől származnak. Pedig ez igazság, a Fekete-tenger mentén elterülő Pest megyényi Gireszun tartományban ugyanis 100 000-en beszélik a nagy távolságokra, így a hegyek közt akár 4-5 kilométerre is eljutni képes. Első hallásra elképesztően bonyolultnak tűnő fütnyelvet, amit a fiatalok tradicionálisan már gyermekkorukban elsajátítanak. A ma jó részt már csak hegyi pásztorok által használt madárnyelvként emlegetett jelekkel, olyan egyszerű információk is átadhatók, mint például a fuss vagy a kész az ebéd, de akár egy következő hétvégére tervezett vacsora részlete is megbeszélhetőek. Vagyis megbeszélhetőek voltak, hiszen a mobiltelefonok betörése jobbára szükségtelenné tette a völgyek csendjét, megszakító hangokat. De nem csak ez a világon az egyetlen fütnyelv, ugyanis van Spanyolországban, Kanári-szigeteken, Görögországban, meg Mexikóban is. Egyébként itt van egy videó róla. És most láthatjuk is a kommunikációt éles helyzetben. És erre a hölgy elindul feléjük. Wow. Nem semmi. Nos hát valaki talált egy 79-ben íródott újságcikket, amiben az akkori Star Wars filmről csináltak egy ilyen ismertetőt végül is, és hát állítólag elspoilerezték benne a dolgot, de lássuk is, hogy miről van szó. Kozmikus méretű polgárháború robban ki a világegyetemben. Az Államok Szövetségének elnöke a császár, a hadseregre támaszkodva totális önkény uralmat vezetett be. A hadsereg vezetője Vader, aki gyilkosság útján szerezte pozícióját. Legfőbb fegyverük egy bolygó méretű mesterséges űrbázis, a halálbolygó, amely égi testeket is képes elpusztítani. Az önkény uralom ellen lázadók ereje napról napra nő. Az egyik fiatal hercegnő, Leia Organa, a szenátus császár ellenes tagja,
nagy szolgálatot tesz nekik, ellopja a halál bolygó tervrajzát, Vader azonban elfogja, a dokumentációt viszont már sehol sem találják, mivel azt Leia betáplálta egy robotba, amelyet a közeli Tatooine bolygóra küldött. A robot nem a megfelelő helyre, hanem egy fiatal telepes Luke Skywalker kezébe jut, és csak hosszú viszontagságok után kerül el a lázadókhoz, akik a robotban lévő anyag segítségével megsemmisítik a halálbolygót. Ja, hogy ó, ja, hogy így spoilerezték, hogy végül is így leírták az egész filmet. Jaj, hát igen, remélem, hogy ez a hangolámondásos verziónak az ismertetője volt. Engedelmeskednem kell a mesteremnek, nem térek át, meg kell öljél.